engem, hogy én vezessem a műsort. Miért is vagyunk itt, ugye? 2011. június 17-én volt 2 éve annak, hogy Budaházy Györgyöt letartóztatták. Bocsánat, 2 éve, hogy letartóztatták, így van, tehát 2 év, 2 hónapja. Minden nap kint állunk érte, és 4-5-en összejövünk, hogy ne felejtsük el őt. Ugye a mai világban milyen dolog az, hogy előzetesben tartanak egy embert, aki 2 éve nem tudnak semmit rábizonyítani. És ezért nagyon sok embert elhívunk, aki úgymond valahol szolidáris Budaházy Györggyel, és szerintem neki van a legnagyobb szüksége arra, hogy a börtönben lássa azt, hogy kitartanak mellette, és igenis a nemzeti ellenállás valahol nem felejtette el őt. Így az első vendégünk Toroczkai László volt, majd következett Budaházy Bernadett, ugye a kedves felesége, illetve ifjús Hegedűs Lóránt, és a mostani meghívott vendégünk Murányi Levente, Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselő és 56-os elítélt. Ő volt az, aki 1956-os forradalom után, 57 tavaszán megszervezték a MUK-ot, amit újrakezdünk, és őt is elítélték, a társait pedig halálra ítélték. Tehát köszöntsük majd körünkben Murányi Leventét. Az ünnepéhez kapcsolatban annyi, hogy ugye tegnap volt augusztus 20-a, a Szent István alapító királyunk ünnepe, és ennek kapcsán sok gondolat jutott az embernek az eszébe. Ugye a Szent István királyunk, látnánk azt, hogy az államalapítást, amit letett, követ, és az országunk széttépve 7 részre itt van, nem biztos, hogy ünnepésre fogna a dolgot, hanem kardot ragadna. A másik dolog az, hogy ugye a Levente, tisztelt Levente úr Pécsről érkezett, majd jelentős évforduló van, 90 éve, 1921. augusztus 21-én volt az, hogy Pécsre bevonultak a magyar seregek, mivel hogy 1918-ban a szerb csapatok, a kisantanték bevonultak Pécsre, mert követelték maguknak Magyarország déli, ennek a déli részét is. Tehát 90 éve volt az, hogy felszabadult Pécs és itt a Pécs környéke. Nem is szaporítám tovább a szót, megkérném tisztelt vendégünket, hogy jöjjön fel ide és mondja el, hogy Budaházy György mellett, ugye ebben is ő is érintett, mert ő is volt rendesen letartóztatásban, és pár szót mondjon ennek kapcsán. Köszönjük szépen! Tiszteletem mindenkinek, hölgyeim és uraim, magyar barátaim! Igen, azzal kezdeném, hogy hitelesítem magam annyival, hogy 1957. február 24-én engem is letartóztattak, mint sokan akkor, tehát ez akkor nagy létszámokkal folyt, több mint 50 000 letartóztatás történt a kádári időszakban, amit egyébként az 1957-től 61-ig belügyminiszter Biszku Béla is aláírásaival, mint belügyminiszter foganosított, aki ma is 91 évesen 420 000 havi nettó nyugdíjat kap az államtól eme nemes magyarírtó cselekedeteiért, plusz villalakást a budai hegyek között. És mikor mi ezért felszólaltunk a jelenlegi kormánynál, mint Jobbik frakció, nem csak a Biszku miatt, hanem ezek a párt kiemelt nyugdíjak nagy létszámban fizetődnek ki, nagy létszámnak, és elmondom, hogy nem is a Biszkué a legnagyobb összeg. Tehát hazárulónak a mai napig jó üzlet Magyarországon lenni. És így van ez Budaházy Györgyel is, hogy Budaházy György, ha valaki ismeri a történetet, visszaemlékeznek az Erzsébet hídi hídlezárás történetet, az azért zajlott, hogy a 2002-es választási eredményt újra nézzék át, vizsgálják meg, számolják meg, mert valami ott gyanús. Mint ahogy tudjuk, hogy ma is gyanús, csak éppenséggel Magyarországon megsemmisítik, ellentétben sok országgal szemben a szavazó cédulákat. Tehát, hogy nem maradjon a csalásról, mert miért ne feltételeznénk, ha megsemmisítik, hiszen gyanús, ez olyan, mint a titkosítás. Az, hogy ezek csaltak. És Budaházy a jelenleg regnáló Fidesz mellett kardoskodott. Az ember logikusan azt gondolná, hogy hát ha nem is hála, mert a politikában a hála fogalom ismeretlen, de azért úgy hátul itt a kisagynál megjegyzik ezt. Hát nem. Kérem szépen, nem jegyzik meg, mert nem merik megjegyezni. Mert ahogy a rendszerváltás, úgynevezett rendszerváltás óta az összes kormány kivétel nélkül az idegen érdekeket szolgálta ebbe az országba a jelenlegivel együtt, és onnan az az utasítás jön, hogy kérem szépen, Budaházy Györgynek nem lehet kijönni a börtönből, mert mondjuk például valakinek olyannak, aki talán, nem tudom, csak mondom, a Sukorót akarta megszerezni, és arra a lábára lépett, mert kitálalta a piszkos kis ügyleteiket, ezért a bosszú működik, hiszen, mint tudjuk, a háttérhatalmat ők alkotják. És kérem szépen, ezek így működnek. Ugye ráfogjuk azt, hogy rosszul nézett, akkor már nem is politikai bűnt követett el, vagy politikai felszólalást, finomabban fogalmazva, hanem terrorista. És a terrorista ma a világon egy olyan szó, amitől Mari néni is megretten, mert már úgy befestették a terrorista kifejezést, hogy hát terrorizmus, terror, terrorista, az neki valami ördögtől valót jelent. Természetesen nem kívánom itt most bebizonyítani, hogy a terrorizmus az egy üdvözítő dolog. Igen. Csak azért egyet tudjuk, hogy van egy ilyen bölcsesség, és sok a valóság tartalma, hogy a háború az a gazdagok terrorizmusa, a terrorizmus a szegények háborúja. És higgyék el, hogyha egy népet, egy nemzetet, mondjuk például, mint a palesztinokat, olyan anyagi fölénnyel rendelkező ország, amilyen nem sok van, hasonló Izraelhez képest, egy olyan a pénzen megszerzett hatalmas korszerű technikával és mennyiséggel dől rá egy ilyen anyagilag minden szempontból tönkretett szerencsétlen nációra, mint a palesztin, hát mit tudnak azon kívül csinálni, hogy szabotálják ennek az országnak a működését. Így lesznek terroristák a hazájukért való harcban. Nem avatom szenté a terroristát, mint már mondtam. De mi más eszköz lenne ezeknek a kergőzükbe? Tudnak ezek lézervezélel bombát F-16-osról indítani? Hát összesen nincs annyi pénzük, amiben egy F-16-os kerül. Tehát ezek azért így néznek ki. És hát a Gyurira azt mondani, hogy ő egy terrorista, ez egy kicsit mulatságos. Sajnos azért nem mulatságos, mert napra készen annyit van börtönben, mint amit én voltam. Csak nekem szerencsésebb volt a helyzetem, mert én napra készen 2 év, 2 hónap múlva szabadultam. Igaz, 16 éves voltam, az bizonyos fokig előny, a Gyuri mégis egy 3 gyerekes családapa, nyilvánvalóan megfordul a fejében, hogy nem láthatja a gyerekeit teljesen törvénytelen és jogtalan módon, mert azt sem árt, ha tudjuk, hogy kérem szépen Magyarországon nem létezik igazságszolgáltatás, de még jogszolgáltatás sem. Csak hagy hozzam föl önöknek a Magyar Gárda példáját. Kérem, én alapító tag vagyok, a Magyar Gárda Egyesület tagja vagyok, 10 magammal, Vona Gábor vezetésével. Kérem, Pataki úr az első, a hölgy bíró visszalépett, és utána Pataki bíró úr jött a helyére, és ő feloszlatta azt az ítéletet hozta, hogy feloszlatta a Magyar Gárda Egyesülete, mert az jogi személy, egy cégbíróságon bejegyzett jogi személy. A legfelsőbb bíróság 2009. decemberében hozott egy ítéletet, ami úgy szólt, hogy helyben hagyta a Gárda Alapító Egyesület feloszlatását, és hozzácsapta hazug módon a Magyar Gárdát. Kérem, a Magyar Gárdát nem lehet feloszlatni. Nincs rá jogi lehetőség. A Magyar Gárda, kérem szépen, egy mozgalom. A mozgalom nem jogi személy. Tehát csak hazugsággal és csalással, félremagyarázással, csúsztatással lehetett feloszlatni. Lehetett hozni egy ilyen határozatot. Kérem szépen, ez a legfelsőbb bíróság. Ez nem lábbal tiporta a törvényeket, ez két lábbal ugrált rajta. Na de hát kérem, ahol Baka András úr lehet a legfelső bíró, mit várunk? Baka Andrásról én, mint 56-os, igen rossz véleménnyel vagyok. Baka András, aki most az ország főbírája, ezt megelőzően Strasbourgba fejtette ki áldásos tevékenységét. Kérem, úgy működik ismereteim szerint a strasbourgi bíróság, hogy többségi döntés. Tehát 17 bíró hoz ítéletet, és amelyik a többségi döntés, az az ítélet. És mi történik? A tatabányai gyilkos AVH-s tiszt, aki agyonlőtt egy 26 éves váját, csak úgy, mert olyan kedve tartta úri módon egy AVH-s tisztnél, ez természetes. Kérem szépen, még ez az általam nem sokra tartott magyarországi bíróság is 3,5 évre ítélte, fellebbezett, és eljutott Strasbourgba. És Strasbourgba olyan ítélet született, a 17 bíróból 10 azt mondta, jogos volt a fegyverhasználata az AVH-snak, mert Magyarországon utcai randalírozó bandák veszélyeztették az emberi létet 56-ba, nem forradalom volt. És mivel 10-en mondták ezt a 17-ből, ez volt a többségítélet, felmentették a gyilkos AVH-t. Mit gondolnak, Baka András melyik csoportban volt? Ne gondolkodjanak sokáig. Baka András a felmentő 10 között volt. Na ez az ember ma Magyarország főbírája. Úgyhogy valószínű jó a megjegyzés, valószínű, hogy ezért. Mert ilyen. Na most, hogy várhatunk egy ilyen embertől, ha ez mindig igaz, már pedig igaz? Akkor hogy várhatunk valamilyen olyan történést, ami jogilag, emberileg, erkölcsileg, minden normális szempont szerint úgy várható lenne? Kérem szépen, én nem vagyok jogász, műszaki ember vagyok, de 2 év, 2 hónapja bent lehet tartani egy embert. Hát hogy van ez? Hát a szerény, és nem is tagadom, esetleg hiányos jogi ismereteim mellett is, valahol nem összeegyeztethető a jogi rendelkezésekkel. Kérem szépen, de őket ez nem zavarja. Nem zavarja az se, hogy egész egyszerűen úgy néz ki a történet kifelé most már, hogy azért tartják benn Budaházy Györgyöt, mert nem tudnak vele igazából mit kezdeni. Ugye nincs elég anyag, hogy vádat emeljenek ellene, viszont kiengedni, hát az nyilván nem izgatja őket, hogy meglehetősen komoly kártérítést kell majd fizetni ők Budaházy Györgynek ezért a bent töltött időért, de nem tudnak ítéletet hozni, mert nincsenek olyan anyagok a rendelkezésükre a kezükbe, amivel el tudnák ítélni. Biztos vagyok benne, nincsen semmilyen információ, de biztos vagyok benne, hogy ez így van, mert ha volna, egyszerűen logikus, már réges-régen elítélték volna. De nincs. És én azt merem önöknek mondani, hogy nagy valószínűséggel nem is lesz. Mert nem történtek olyan dolgok ebben az országban, amiért valakit terroristának lehetne nevezni. Hát Gyuriék nem öltek meg senkit, a legjobb tudomásom szerint. Nem bántottak különösebben semmit, mert én ezt a csintalankodó történetet nem igazán hiszem el, mert vascsövekkel úgy megverni valakit, hogy 8 napon, aztán nem is volt 8 napon túlgőnyülő. Tehát ez egy mulatságos történet, ez a csintalan. Szerintem elesett, mert részeg volt, vagy valami. Egyébként most már úgy tudom, hogy már a Hír TV-ből is kitették ezt a szép reményű, túlságosan ducus bolcsit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb valaminek olyannak kell történnie Dudaházy György körül, hogy kiengedik. Hát nem fognak tudni mit kezdeni vele. Vagy, de hát ezt ma már azért elég nehéz eladni, mikor ennyire fókuszál rá mindenki erre a kérdésre, hogy kitalálnak valamit. Én ismertem egy-két vádlott társát, a Tián Csabát, aki hivatásos katonatiszt volt, már azt kiengedték, és szépen ki akarják engedni. Csak hát ezért mindenképpen nekünk tennünk kell. A parlamentben nem egyszer a téma nagy ismerője és szakértője, Gaudi Tamás képviselőtársam felszólal Dudaházy ügyében, és számtalanszor elmondja, hogy mi a helyzet. Csak hát, mivel nincs rá megfelelő helyről megfelelő utasítás, ezért hiába áll az ő oldalán a jogi rendelkezések tömege, nem történik meg az, aminek meg kellene történni, hogy kiengedjék őket. Személyével kapcsolatosan. Nyilvánvalóan az leginkább, hiszen most ő a érintett. De úgy általában a magyar igazságszolgáltatás, ami véleményem szerint nem igazán működik, annak tisztasága érdekében is meg kell, hogy ezt tegyük, hogy ne fordulhassanak elő ilyen dolgok. Kérem, nem tudom, önök közül volt-e valaki 2006-ban Budapest utcáin, október 23-án, itt integetnek, hogy volt. Én is ott voltam reggel 9-től este 9-ig, szerencsém volt, nem lőtték ki az egyik szememet se. Kérem, elképesztő történetek vannak. Én azóta nem fogom vissza magamat, és 2006 óta azt mondom, hogy Magyarországon rendőrség nincs. Van valami, ami úgy néz ki, de az egy egészen más dolog. De így van ez egyébként a biztosítókkal is, a bankokkal is, és sok még egyéb mással, most hagyd ne soroljam itt, hogy valami van olyan, ami úgy néz ki, bemegyek egy bankba, lámpák vannak, asztalok, emberek, csak éppen az eljárás. Hogy le lehet Magyarországon írni azt, hogy 282%-os kamat THM van egy áruvásárlási hitelnél. Ezt kérem szépen, az Ivanhoe-t, ha valaki elolvassa, Walter Scottól a 1200-as években játszódik, és ugye a kocsmába az uzsorás zsidó nem mehetett be, csak az istálóba, de a lovag úr kiküldte az inasát pénzt kérni tőle. Hát az nem mert volna egy ilyen kamatot álmodni magának. Hát rögtön a lovag úr fogta volna a pallusát, kiment volna és leütötte volna a fejét. Hát ilyen bűncselekményeket, amit a bankok Magyarországon elkövetnek, itt is a pallos jogot kellene visszahozni. Hát kérem szépen, amiket itt folytatnak bankok, az valami elképesztő. De hát itt már mindenki hatóság. Kérem, elmondok egy személyes élményemet, majd esetleg önöknél is előfordul, mert most már vagy 10 helyről hallottam ezt, ez most Pest megyében, Solymáron lakom, ott működik. Kijön egy autó, becsönget, kimegyek gázművek, oké, jöjjön. Szoktak minden évben jönni fénykép. Így a pasas még megyünk be a kertkaputra, azt mondja, de ebbe az épületben túl kevés a méretéhez képest a gázfogyasztás. Hát mondom, uram, én egyedül élek, van egy kandallóm, és a romantika kedvéért, amíg nincs olyan hideg, beszoktam belegyújtani. Leveszi a gázórámat, kiviszi a kocsiához, kihív, bebizonyítja, ott nekem, nem értek hozzá, tehát nem volt nehéz neki bebizonyítani, hogy a felét méri a gázórám, mint amit fogyasztok. Mondom, hogy hát én nem csináltam, maguk szerelték fel ezt a gázórát, hát én mi közöm nekem ehhez. A bombák épek, voltak épek, ugye most ezek a sárga miénk. És képzeljék el, feljelentéssel éltek ellenem, hogy én lopom a gáz. nagyon buta pofát vághattam, mert a pofa azt mondta, hogy hát uram, most ezt így felülvizsgáljuk mind, és Pest megyében elég sokan lopják. Mondom, kurvára megvigasztalt. Tehát körülbelül ma így nézünk ki, hatóság itt egy szaros gázművek is. Hát meg, hát nyilvánvalóan, ugye, és akkor hallom olyanoktól, akiknek értenek, mert elmondtam olyannak, hogy hát ne arra, én soha nem babráltam meg a gázmérőt, nem ismerném, mert félnék, hogy kigyullad, felrobbant, tehát nem értek hozzá, senkit nem bíztam meg szakembert, hogy babrálja meg a gázolát, azt se tudom, hogy hogy lehet. Érem szépen, hogy mi van ilyenkor. Azt mondom, hát ne legyen lelki. Hát mert lelkiismeret tudásom egy múltival szemben nekem nincs. Nem erről van szó, hanem az igazságtalanság, vagy esetleg koncepció van benne. Hogy hát ugye egy jobbikos ma már mindent el tud képzelni, hogy mik érhetik ebbe az országba. Akkor, amikor ugye lépten nyomon lenásziznak, lefasisztáznak bennünket, pedig csak magyarok vagyunk. És én úgy egyébként a nácizmusért se vagyok oda, mert az is egy baloldal, a hazugságaikkal, a zsidó hazugsággal szemben, hogy az egy jobb oldal, sőt szélső jobb oldalt, egy szart. Az egy baloldali párt. Kérem, a világ összes baja a baloldalból van. Hát német, nemzeti, szocialista, munkáspárt, hogy a büdös francba lenne ez egy konzervatív jobboldali párt? Hülyeség. Kérem, minden a baloldal hibájából van. Minden. Az álbaloldal is, aki nem baloldalinak tünteti fel magát. Mit gondoljak arról a parlamentbe, mikor csak a 46 jobbikos képviselő nem szavazza meg Károly Mihálynak az eltávolítását a Kossuth térről. Mindenki megszavazta. Fidesz, KDNP, LMP, MSZP. Hát az mondjuk természetes, mert az ő brigantiuk. Kérem szépen, így nézünk ki. Nem szavazták meg a szovjet emlékmű, amiről a gyuriék lefeszegették a címet. Nagyon helyesen, mert nem odavaló. Az a szabadságtér. Már a szó is felháborít, hogy összefüggésben van a büdös lábú, mocskos, vörös hadsereggel, amely vérben és könyvben gázolva női sikorottól kísérten taposta le hazánkat. Engem nem szabadítottak fel. Kende Péter most infarktust kap, a rohadék. Nem tudom, hallották a drágalátos szövegét. Joggal a jobbik ellen megalakította ezt a szervezetet, ez a judeo-bolsevik, elmebeteg, mert ez egy elmebeteg, Solymáról lakik. Kérem szépen, azt mondja a tévében, mert erről így kell beszélni egy ilyen szaralatról, azt mondja, hogy azt a jobbikost, aki Trianonról beszél, aki Nagy-Magyarországról beszél, aki revízióról gondolkodik, azt fel kell jelenteni és börtönbe kell csukni. Kérem, ezt nem Bukarestben mondták, nem Pozsonyba, itt Budapesten. Rögtön reflexből az jutott eszembe, hogy ez valami olyan történet, mert neki körülbelül annyi köze van ehhez a kérdéshez, mintha a Fradi B-közép irodáját az MTK-sok rendeznék be. Mi köze neki a magyar nemzeti sorskérdéshez? Nem az etnikai hovatartozása miatt, a hozzáállása miatt. Mert én sajnos közülünk valót is ismerek, aki ilyen hülye, ilyen aljas, ennyire gyűlöli a magyart. De úgy egyébként még ott volt a Körmös Bajer Csemete is, aki kijelentette, nem tudom, tudják-e, 3 éve, hogy Magyarország ellen Trianon határozatai jogosak voltak. És kimehet ez a rohadék az utcára. Nem kell tőle tartani, hogy valaki úgy segbe rúgja, hogy lukat üt az égen. Hát kérem, de ez már náci beszéd, amit én most mondok, tehát jól tudják tisztán, hogy ez már náci beszéd. Úgyhogy csodálkozunk, hogy Budaházy György felmerte emelni a szavát a magyarságért, és börtönbe van. Szerintem már az én cellámat is kisöpörték. De én legalább tudok morzózni a fűtőscsövön. Kérem szépen, ma Magyarországon magyarnak lenni, az valahol, hogy is nagyanyám úgy mondta, hogy nem komilfó, tehát valahol nem elfogadható, nem illemtudó dolog. Magyarnak lenni az egy olyan dolog ezeknek a, hogy hívják, Kende Péter, nem jut már eszembe neve, nem is muszáj megjegyezni, percemberke ez. Jellemző az ilyen kendepétereknek, magyarnak lenni, az irritáló történet. Hát hogy meri ő azt mondani, hogyha én a magyarságért akarok valamit tenni, akkor joggal kell fellépni a Jobbik ellen. Hála Isten, Zakó Laci barátunk, képviselőtársam, nagykanizsai, nem tudom, talán valaki ismeri közületek, azonnal létrehozta a Joggal a Jobbikért mozgalmat, és fönn is van már a különböző hírportálokon. Én is rögtön írtam rá egy cikket. Kérem szépen, nem tudunk más tenni. A parlamentben szinte semmit. Elmondjuk, hogy nekünk mi nem tetszik. De a kétharmados forradalmi kormány... Talán diktatúra! Igen, szó szerint egy pártrendszer van. Egy pártrendszer van. Föl is álltunk, kérem. Föl is álltunk, én voltam a röbetű. Egy A4-es papíron tartottuk a fekete betűket, egy pártrendszer. Elmondtuk, mindenki bólogatott, hogy igen, az van. 282 képviselője van a Fidesz-KDNP koalíciónak. Azt szavaznak meg, amit akarnak. Bármi. Nem is szükséges az, hogy valaki ott legyen akármelyik pártból. Mi is az alkotmányozásnál azért maradtunk csupán benn, az LMP kivonult, meg az MSZP, többek között azért maradtunk benne, hogy a folyosón ne velük kelljen egy levegőt szívni. Másrészt, hogy ne mondhassák azt a kormánypártiak, hogy hát azért nincs benne, mert ha bellettetek volna, akkor javasolhattátok volna. Na most kérem, 43 javaslatunk volt, törvény, módosító törvény javaslat, ezzel kapcsolatosan mit gondolnak, hányat fogadtak el, amit mi tettünk? Elárulom, egyet sem. Tehát gyakorlatilag úgy működik a történet, tagja vagyok az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságnak, ahol 19 kormánypárti képviselő van, és 5 MSZP, 3 Jobbik és 1 LMP. Na most egy az, hogy már ugye az ellenzék meg van osztva. Hát én ha látom, hogy Lumpen Mónika emeli a kezit igenre, akkor én fő nem emelem, akármiről van szó. Hát csak nem fogok vele egy platformra elkerülni. Tehát abból nem, de akkor is hát 19 kormánypárti képviselővel a 9 ellenzéki mit tud? És akkor kérem, beadott a Farkas Gergő, az egyik legfiatalabb képviselőnk, egy nagyon értelmes, nagyon okos kis srác, most végzi a politológiát, most végez. Egy javaslatot, egy törvénymódosító javaslatot. Nem is változtatott a törvény lényegén, csak a mi konzervatív fülünknek szebben hangzóvá tette. Előfordul benne a hazaszeretet és az Isten kifejezés. És kérem, a KDNP frakcióvezetője velem szembe ül, a Rubovszki. És leszavazták. És akkor mondom a Rubovszkinak így átszólva, hogy te, Isten, és hazaszeretet, KDNP, na? És akkor lehajol, és úgy csinál, mintha kurva fontosat írnia kellene. Hát így nézünk ki. Ezért mondom, hogy a vezénylés zajlik a parlamentbe, bizonyára hallják azt, ha valaki nézi a tévébe, hogy mikor szavazás van, akkor egy hang bekiabálja, hogy igen, nem. Hát ennyire egyéni a szavazás, kérem szépen. Mikor volt a végtárgyalása az alkotmány előkészít, illetve hát már befejezésnek, akkor minden fideszes bent ült, 282, és mindegyik felszólal, és szokásukkal ellentétben mindenki papírról olvasta, mert leírták nekik. Tehát csak azt lehetett elmondani. Van ám pártfegyelem. Szegény Mari, Wittner Mari, ő is Korvin közös volt velem együtt. Sírt, zokogott, mikor a szovjet hősi emlékmű megmaradásáról döntött a Fidesz. Úgyhogy nem tudom önöket feldobni pillanatnyi nagy reményekkel, nem tudok olyanról, hogy itt mondjuk Szekszárdon hirtelen lenne mondjuk 10 000 munkahely, nem tudok olyanról, hogy az árak és a fizetések ellenkező irányba, a fizetések fel, az árak lefele, semmi ilyet. nincs is miből, ezt is hozzáteszem. Az a pénzügyi válság, amit bizonyos körök, majd nem mondjam már megint ki, bizonyos körök elindítottak, és amely aztán kicsúszott a kezükből, és eszkalálódott. Ma már gazdasági válság, morális válság, kulturális válság, amit akarnak, minden, demográfiai elsősorban. Kérem szépen, nem tudom, hogy mikor fog és hogyan megállni. Nagyon nagy bajok előtt vagyunk, nem csak Magyarország, ezt vigaszul szánom, nem mintha ugye Móriczka hazamegy az iskolába bizonyítványal, és 3-ból is megbukott, és akkor mondja, hogy van ám még olyan, aki 3-ban megbukott, na most a papának ezt szánta vigaszul. Hát nem sok vigaszt tudok én sem mondani, ügyködni kell, tennünk kell. Egy örömhírem azért van, és én úgy gondolom, legalábbis hiszek benne, hogy ez jó hír a magyar nemzetnek, hogy a legújabb felmérések szerint a Jobbik, Magyarországért Mozgalom az ország második legnagyobb pártjává avanzsált, és a legtöbb szavazat. Köszönöm magam és az összes jobbikos és minden olyan magyar ember nevébe, aki a Jobbikkal, nem is ezt mondanám, a magyar érdekkel egyezik, mert mi a magyar érdek vagyunk, nem azt mondom, hogy gáncs és botlás nélküli módon, mert nyilván van, amiben tévedünk, de ha szól valaki és meg tudja magyarázni, hogy ez azért nem jó, hanem úgy jó, akkor mi azt elfogadjuk. Ezt én mondhatom önöknek, de elég kifontoltan szoktuk a kérdéseket eldönteni, úgyhogy elég komoly frakcióüléseket tartunk a 46 fővel, mert most már ugye csak 46-an vagyunk, Tősze Lajost a gárdáért tett megjegyzései véget megkértük, hogy adja vissza a mandátumát az esküjének megfelelően, ő ezt nem tette meg, hát szíve és lelke rajtam. Kérem szépen, drukoljanak a politikai foglyoknak, mert nem terroristák, politikai foglyok, mindent megteszünk, ami ilyen az elmondott körülmények között lehetséges, de sajnos szerintem arra még, hogy szabadulnak, várni kell. Remélem, hogy azért nem olyan sokat. És akkor befejezném a gondolatot egy kicsit vidámabb hangulatot keltő hírrel. Ment a vita a parlamentbe Európai Unió és Izrael társul tagságáról. Volt egy édes megjegyzés a Németh Zsolték részéről, hogy hát mert ugye fölvetette részünkről valaki, hogy hát nem is Európában van. És akkor ezen elment a poén, odáig jutott, hogy Németh Zsolt majdnem azt mondta, de tulajdonképpen ki is mondta, hogy a térkép is rasszista. Na most erre már Pörzse Sándor barátom, akit nagyon kedvelek és nagyon jófej embernek tartok, nem bírt a cérnával, és bekiabálta, mert a szocik éppen ott jobbra tőle valamit piszkoskodtak. Bekiabálta, hogy szarázi hazárulók! És hát ugye Újhelyi volt az éppen levezető házelnök, aki úgy egyébként MSZP-s. És lényeg az, hogy azonnal leállította az ülést, összehívták a... Én gerjedek? Összehívták a házbizottságot, és most legyenek erősek. Nem azért tett az MSZP feljelentést, mert azt mondtuk, hogy hazárul, hanem hogy szarházi. Na, ilyen az ő hazafiasságuk és a nemzethez való hozzáállásuk. Szabadságot Budaházinak, ne legyenek egy állítólagos demokráciába politikai foglyok. Ez tűrhetetlen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Murányi Leventének. Én még annyit szeretnék a Murányi Leventétől kérdezni, hogy Pécsről jött, és volt egy megemlékezés, ugye egy pár szót, egy pár mondatot erről a megemlékezésről. Kende Péteréknek és a Pusztító Világerőnek pedig úgy mondjuk, ugye, hogy a történelemben nincsenek végpontok, és ők tudják ezek a legjobban. Mi az Izrael elpusztítás után 2000 évig ugye a diaszpórába értek, és mindig úgy köszöntek el egymástól, hogy találkozunk Jeruzsálembe. Ezek után van még 1900 év, tehát semmit nem vettettünk még. köszönjük, hogy találkozunk Pozsonyban, találkozunk Kassán, találkozunk Kárpátalján. Köszönöm szépen, hajt ellenként. Hát nekem ez nem ellenemre való, én nyíltan, tehát deklaráltan revizionista vagyok. Én azt gondolom, hogy szégyen és gyalázat az erre a nyugati világra, amely miatt úgy volt kénytelen létrejönni a magyar katasztrófa irányába egy igazságtétel, hogy egy gróf Csánó nevű fasiszta külügyminiszter, Mussolini veje, és Ribbentrop, egy náci külügyminiszter hívta össze Bécsbe 38-ba a tárgyalást. Kérem, minden hazugság ellenére részt vettek a franciák és az angolok is ezen, ahol úgy döntöttek, hogy Felvidék több magyar része visszatér. Somorja, Dunaszerdahely, Kassa, hagyj ne soroljam. És 38. november 7-én a magyar honvédek átlépték a határt a Komáromi hídon, meg különböző sok helyen ilyen rocsókkal, és megszállták a visszatért részt, egyesítették Szent István országát legalább ennyire. Én ezt szégyennek tartanám, ha olyan nagyon nagy nyugati demokrácia párti lennék, mint ezek a ülepnyaló Szende Péterek, vagy hogy hívják ezt a taknyost. És kérem szépen, ugye jött a második döntés, 39, amikor visszakaptuk Észak-Erdélyt, nem tudom, ki tudja pontosan, engem érdekel, ezért talán jobban informált vagyok egy árnyalattal. Kárpátalja, amikor akkor Csehszlovákiához tartozott, azt viszont erőből foglaltuk vissza, és a rongyosgárdisták, apám is az volt, de az első ciklusban, 19-11-ben a lajtai kérdésben, ugyanannyi idős volt, mint én 56-ban, 16 éves ő is. Kérem szépen, nekem ez szent dolog, de ettől függetlenül is szent dolog, mert gondolják bele, hogy 200-300 ember, nem tudom pontosan mennyi volt a létszámuk, visszahozott 8 falut és egy várost, Sopront, de lehet, hogy tévedek még többet. Mi lett volna, ha a Károlyi Mihályféle gazemberek, Linder Bélái, aki 9 napig volt hadügyminiszter, és mikor a magyar honvédek hazajöttek a frontról, mert nem árt, ha tudjuk, hogy az első világháborút úgy vesztettük el, hogy magyar honvéd nem állt a Magyar Királyság területén. Na, elég nehéz így egy háborút elveszteni. És a magyar katonák úgy jöttek haza, hogy teljes fegyverzettel, regulárisan, fegyelemben. És a legnagyobb meglepetésükre a pályaudvarakon nem pártás magyarruhás lányok versekkel és dalokkal fogadták őket, hanem ehelyett megjelentek ennek a mocskos gazember Kumbéla és bandájának agitátorai. És arról agitálták, hogy nem kell a hazáért már életeteket áldozni, nem kell harcolni, üssétek agyon a tisztjeiteket, és dobáljátok el a fegyvert, és menjetek haza. És a székely hadosztályt is lefegyverezték, és Linder Béláék úgy küldték már Romániától télig megszállt, de még befele vonuló román csapatokkal szembe, hogy fegyvertelenül. Kell ettől nagyobb hazárulás? És most ez a pécsi dolog, mert ez a rohadék Linder Béla, ez ugye az összes mocskos bolsevik menekült az országból, és sokan ide jöttek le, mert kérem szépen Pécs és környéke az még 21-ben is megszállt volt a szerbek által, és tulajdonképpen nem volt volna jogos, mert Trianon ezt véletlenül a nagy károk mellett nem adták oda nekik Pécset és környékét. És kérem szépen, dr. Sándor nevezetű piszkos bolsevik kijelentette, hogy fegyveres ellenállást szerveznek a magyar honvéd csapatok ellen, mert ez Szerbiához kell tartozzon. Ezek a kommunisták. Kérem, a kommunista, a baloldali, még ha népi baloldal is, az a hazáruló. Lehet, hogy ő nem tudja, talán. De kérem, ő a szálláscsinálója a kommunistáknak, a legmocskosabb ideológiának, ami valaha is az emberiségnél létezett. És kérem, most Pécsen arra emlékeztünk, hogy a dzsámi alatt van egy szobor, és oda annak idején 10 éves évfordulóra, 1931. augusztus 21-ére föltettek Horthy Miklós költségén egy táblát, ami megemlékezik arra, hogy augusztus 8-án visszatért Pécs és Baranya környéke, tehát az a környék, visszatért Magyarországhoz. Ezek az utolsó percig fegyveres szervezés kérdésben volt részük, ami vigasztaló, hogy Mecsek, Nádast környéken valahol volt akkor egy bánya, ezt a Dr. Sándort a bányászok úgy elverték, hogy Eszéken kórházba ápolták hetekig utána. Tehát azért voltak ott tisztességes munkás emberek, akik a kommunizmus mákonya nem hűített meg, és meg tudtak maradni hazájukon lojálisan és tisztességesen. Tehát ezt a táblát aztán a szoci városvezetés ideje alatt azzal a dumával levették, hogy felújítják, majd soha többet nem került elő. És akkor most a helyi Jobbik addig tette száját, mert most már van egy képviselők a pécsi testületbe, addig tették a szájukat a srácok, még végül is Páva uram Pávát látván Pávává változott, és engedélyezte, hogy ezt a táblát, ez egy márvány tábla, amiben gyönyörűen bele van vésve a szöveg, és felszabadulás, illetve megszabad, szerb megszállástól megszabad, mert ilyen szöveg, hagyd ne idézem pontosan, mert nem jegyeztem meg, és ez most avatásra került szerény személyem jelenlétében, meg a helyi képviselő, illetve nagyon aranyos, tisztelendő bátyó felszentelte. Tulajdonképpen ez történt. Köszönjük szépen Murány Leventének, és egy pár szót szólna szeretnénk hozzánk Budaházy kapcsán szólni Erős Zoltán. Csak néhány mondatot szeretnék szólni erről a terrorizmusról. A terror elhárítási központ egy szép tablettás izomzatú, szálfatermetű tábornok gyerekkel létezik. Na most, de terrorista nincsen. Mit kell csinálni? Foglalt munkanélküli a terrorista központ. Kell csinálni terroristát. Gyakorlatilag ennek a folyamatnak a részei vagyunk. Mit csinál a terrorelhárítás? Ide jön, és 4 bűnöző vagy 6 bűnöző cigányt diadalittasan elfog. Gyakorlatilag Képíró Sanyi bácsi fénykorában ezt 4 csendőrrel megoldotta volna. Itt 150 rendőrdroid jött ide tábornokok vezényletével. Tehát mi a fő veszély? Az, hogy terrorista nincs, terrorelhárító központ van, és terroristát keresnek. Most a Irigyán Zsolti a következő célpont. Mit mondott Irigyán Zsolti? Annyit mondott, hogy az országra támadó ellenségre nem kell félni meghúzni a ravat. Nyomba zsidók jelentettek, hogy őket le akarják lőni. Hát gyakorlatilag körülbelül ismerem egy áldott jó gyerek 16 éves kora óta. Nincs azzal semmi gond azzal a gyerekkel, de kipécézték, mert nincs munkájuk. Nincs munkájuk, egy darabig lehet azt mondani, azért nincs terrorizmus, mert ők jól dolgoznak, de végtelenségig ez nem megy. Kell találni egyet, legalább, ami diadalittasan fölmutatna, hogy győztünk, akkor is megfogtuk. Tehát igenis veszélyhelyzet van, és erre a veszélyhelyzetre akarnám felhívni a figyelmét mindenkinek. Úgyhogy, és ez nem vicc, Budaházy az első áldozat, nem véletlenül nem engedik ki, és jönnek majd a következők, biztos vagyok benne. Csak ennyit akartam mondani, nem akartam húzni az időt, de ezt a gondolatot adják tovább, mert ez egy valós helyzet, veszélyhelyzet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött, és bízunk benne, hogy legközelebb is ennyien leszünk. Elég sokan voltunk. A legközelebbi vendégünk előre áthatólag szeptember 3-án szombaton Zagyva György Gyula, aki ugye harcostársa a Budaházy Gyurinak. Tehát jöjjünk el legközelebb is, és köszönjük szépen, és maradjunk itt tovább beszélgetni, és építsük a hazát és a nemzetet. Van még 1900 évünk, úgyhogy, de belőzhetjük a zsidóságot nyugodtan. Köszönöm.